Rengeteg olvasmány megtalálható ebben a Bonyhádi könyvesboltban. Az üzlet tulajdonosa a vásárlási tendenciákkal kapcsolatban összességében pozitív tapasztalatokról számolt be. Hát én azt gondolom, hogy erősödik a könyvvásárlás. Az utóbbi 2-3 évre visszamenőleg én azt tapasztalom, hogy évről évre többen választják az olvasást szabadidős tevékenységnek. Olvastam különböző statisztikákat, nem szeretnék ezzel fárasztani. A legszomorúbb az, hogy Magyarországnak az 1/4 egyáltalán nem olvas. A közízlést mindig befolyásolja az, hogy éppen mi az aktuális trend. A fiatalok körében nagyon népszerű most különböző öngyógyító könyvek, önsegélyező könyvek. Előszeretettel nyúlnak ez felé. Ez egyébként számomra meglepő, de nagyon sok pszichológiát olvasnak. Úgy általánosságban azt tudom elmondani, hogy a krimi, a thriller, meg a hasonló típusú könyveket szeretik. Ez a 18 és 79 éves korosztály között készült tavaly egy ilyen reprezentatív felmérés, 1000 főt kérdeztek meg. Nagyon érdekes eredmények születtek. Tulajdonképpen azt állapították meg, hogy a férfiak és a nők hasonló arányban szeretnek olvasni, és a napi olvasóknak a száma ebből az eredményből 15% volt, ami szerintem egy elég magas, aki minden nap olvas. Itt a férfiak és a nők aránya nem különösebben tért el, míg a havi leosztásban nézve, vagy lebontásban nézve inkább a nők olvastak többet, aktívabbak voltak. A 18 és 30 év közötti korosztálynál pedig azt hozta ki a felmérés, hogy igaz, hogy ők is szeretnek olvasni, ők inkább választják szabadidős tevékenységnek az olvasást, mint úgy általában az idősebb korosztály. Ez egy nagyon meglepő egyébként, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, mert a fiatalok nem olvasnak. Igenis, a fiatalok olvasnak, szeretnek, és nagyon sok kisgyerekes anyuka jár be hozzánk. Napjainkban már elterjedtek a digitális könyvek, de azért ezek még nem olyan népszerűek, mint a fizikai kiadványok. Hát én szerelmes vagyok a könyvbe, szóval én azért nem fordulnék soha egy e-book felé. Persze vannak olyanok, akik kényelmi szempontokat, vagy külföldön vannak, és azt választják. Igaziból az összolvasó társadalomnak a 16%-a rendelkezik digitális e-book olvasóval, és szereti a digitális könyvet, de a többiek azért szerelmesek a könyv illatába, a fizikai jelenlétbe, és ezt nem lehet elmondani. Szóval nem, a választás a digitális és a könyv között én nekem szerelem, szóval én a könyvet választom. A fiatalok az interneten különböző közösségekben is jellemzően megosztják egymással tapasztalataikat, beszélgetnek a könyvekről. A tapasztalataim alapján most nagyon pörög a TikTok, és a TikTokon van egy hashtag a BookTok közösségnek, ez a magyar BookTok, vagy simán BookTok, és rengeteg könyvajánlót lehet TikTokon megtalálni, én is szoktam csinálni, és a kis fiatal vásárlóinknak, vagy a velem egykorú vásárlóknak is én szoktam ez alapján könyveket ajánlani. Nagyon pörögnek mostanában a romantikus könyvek, a fantasy könyvek, a romantikus fantasy könyvek, igazából nagyon megosztó, mert vannak olyan booktokkerek, ha így mondhatom, akik csak krimi könyvekről csinálnak ajánlót, valakik csak romantikusról, és mint én mindenről. Igazából én nagyon széles körben olvasok, szóval nem is tudnám megmondani, hogy konkrétan melyik stílus az, vagy melyik írói stílus az, amit én nagyon szeretek, mert igazából én nagyon széles körben olvasok. Rengeteg fiatalt vonz be egy-egy könyvajánló, és van olyan, hogy nem is néznek körül a vásárlóban, bejönnek, ezt a könyvet szeretném, és akkor odaadjuk neki, megveszi, és akkor már itt sincs.